Jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk nézőit. Mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket e heti adásunkban. Meséivel emlékeznek a szerzőre, Fésus Éva néni történetei ma is a gyerekek kedvencei. Rendhagyó felajánlása a Riprónai Múzeumnak, 10 000 darabos szitakötő gyűjteményt kapott az intézmény. Virágözön és koncertek már készülnek a tavaszi-nyári szezonra a Köröshegyi Levendulásban. Kiállítással emlékeznek Fésus Évára Kaposváron a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. A közelmúltban elhunyt meseíró klasszikus történetei generációkat bűvöltek el. A Palacsintás király, az Ezüst hegedű vagy éppen az Ajnácska ma is kedvelt az ifjú olvasók körében. A bibliotékában a gyermekfoglalkozások alkalmával is felelevenítik Éva néni egy-egy történetét. A rétek és mezők tündére egy egész hosszú tavasz éjszakán át nem hújta le csodakék szemét. Mire hajnalodott, harmadkönnye hullott. Éppen arra osont a Lábújhegyen járó májusi szél, megsimogatta az arcát. Miért búsulsz, tündér? Elvesztettél valamit? Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg, csóválgatta fejét a tündér. Sehogyan sem értem ezt a dolgot. Mindenkinek kiosztottam mindent a raktáramból. 7 pettyet a katicának, fonalat a póknak, a csigának a kicsi házat, méheknek a virágporgyűjtő kosárkákat, mégis maradt fölöslegem. Egy parányi ezüst hegedű, ide néz! Fésus Éva néni egyik legkedveltebb meséjét, az Ezüst hegedűt olvasta fel a könyvtár munkatársa a gyerekeknek. Ez az iskolás csoport gyakori vendég a bibliotékában, így a szerző műveit is jól ismerik. Csengének pont az elhangzott történet a kedvence. Sok benne kitaláció, és sok benne a meséselem. És gondolom sok benne az állat is. Igen. Van kedvenced? Kedvenc ilyen mesehősöd, aki állat? Hát a ticsök. Fésus Éva néni klasszikus meséket írt, ezért is szerethetők történetei, mondja a gyermekkönyvtáros. Teljesen gyerekközpontúak a meséi. Olyan szereplőkkel dolgozik, amik közel állnak a gyerekekhez, gondolok itt például az Ezüst hegedűből a tündérre, akkor gondolok például a bocsokra, a medvékre, a tücskökre, illetve az erdő olyan állataival dolgozott, amelyek egy-egy tulajdonságot személyesítenek meg. Ennek is köszönhető, hogy népszerűek a könyvtárban Éva néni kötetei. Fésős Éva néni nálunk egy ikonikus szerző. Minden gyerek ismeri a nevét, ismeri a műveit, egészen óvodáskortól kezdve. Itt elsősorban az Ezüst hegedűre gondolok, ami már nagyjából 300-szor kölcsönözték ki a könyvtárunkból. Számos könyve jelent meg több kiadásban is. A legnépszerűbbek közé tartozik a Csupafül, az Aranypofácska és az Ajnácska is. A közelmúltban elhunyt Fésus Évára nem csak a gyermekfoglalkozásokon, hanem kiállítással is emlékeznek a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. 2 vitrint is berendeztek a kaposvári bibliotékában, megjelent könyveiből, verses köteteiből és a róla írt cikkekből. Közel 10 000 darabos szitakötő gyűjteménnyel gazdagodott a kaposvári Riprónai Múzeum. A felajánlásnak köszönhetően Ázsiából, Afrikából és az amerikai kontinensről származó különleges egyedeket is megtekinthetnek majd a látogatók. A Magyar Természettudományi Múzeum 150 éves szitakötő gyűjteménye még 1956-ban a bombázások közben elpusztult, jelenleg ott sincs ekkora mennyiségű anyag. A Kaposvári Múzeumban eddig mintegy 1200 példány volt, most azonban már egy tekintélyes gyűjtemény birtokosa az intézmény, mondta Ábrahám Levente. Ez a szitakötő gyűjtemény Magyarország legnagyobb szitakötő gyűjtemény jelen pillanatban, ami múzeumban található. Egy rádiós riportban hallott Börzsöny László özvegye arról, hogy a Riprónai Múzeumban nagyon fontos a természettudományos értékek megőrzése, ezért ajánlotta fel az intézménynek férje mintegy 10 000 darabos anyagát, amelyben igazán különleges szitakötők is találhatók. Ez egy úgynevezett látványdoboz, ami bemutatja azt, hogy milyenek a szitakötők, és elsőben a légivadászok. Ebben a dobozban azok a fajok, találatok, amelyeket a légivadászok közül a legnagyobb méretűek, és talán a legszínesebbek is. Magyarországon is él 2 ilyen színes szárnyú
légivadász vagy színeszárnyú szitakötő. Ezek az úgynevezett egyenlő szárnyakhoz tartoznak, ugyanis a szárnyuknak a mindkét fele, első-hátsó szárnyuk hasonló alakú. De általában az emberek a légivadászokat az apró példányokról ismerik. Itt láthatók ezekben a kis dobozokban külön fajonként az apró légivadászok a vizekben, viszonylag nagy tömegben élnek Magyarországon is, de sok-sok fajuk van a világszerte. Itt tudok mutatni néhány színpompásabbat. Vannak olyanok, amelyek hazánkban is előfordulnak, ezek akár itt a Desda mentén, de az itt lévő példányok azok az amerikai kontinensről származnak, ezek a színes példányok itt, ezek az amerikai kontinensről származnak. Börzsöny László még a 70-es években költözött külföldre, élt az Egyesült Államokban, de Dél-Afrikában is. Ezekben az országokban is gyűjtötte a szitakötőket. Ennek a gyűjteménynek elsősorban az igazi szakmai értékét azok az anyagok képezik, amelyek a legkülönfélebb országokból, mondom Ázsiából, Afrikából, Dél-Amerikából származnak, hiszen ilyen anyagokhoz nem tudna a múzeum hozzájutni, csak úgy. Mi is gyűjtünk, megyünk különféle gyűjtőutakra, nem csak Magyarországon, külföldön is, de hát azért ez egy életmunkája, és rendkívül értékes anyag. Mitől különlegesek a szitakötők? Talán attól, hogy egy olyan ősi rovarcsoport, aminek a virágkorát mintegy 400 millió évvel ezelőtt élték, akkor a szitakötők között voltak akár 60-70 cm-es úgynevezett óriás szitakötők. Azóta sok minden megváltozott a Földünkön, például az oxigén tartalma a levegőnek is lecsökkent 21%-ra, és ezáltal a rovaroknak a mérete is csökkent. Úgyhogy most a legnagyobb szitakötő az olyan maximum 20 cm-es nagyságú. Jelenleg a több ezer darabos gyűjtemény feldolgozása, rendszerezése és fertőtlenítése történik. Ezt követően azt tervezik, hogy egy kiállításon a közönségnek is bemutatják a különleges anyagot. Kisfia ihlette beszoktatós gyermekkönyvét. Farkas Nóra azonban a szülőknek is szánja a kötetet, amely a 2 és 4 éves korú kicsik problémáira keresi a választ játékosan. A Kaposváron élő szerző második könyve a tervek szerint az ünnepi könyvhétre jelenik meg. Kobak és édesanyjának történetei kaptak helyet Farkas Nóra könyvében. A szerző a beszoktatás folyamatát szeretné megkönnyíteni. Amikor a kisfiam bölcsödébe készült, akkor merült fel tulajdonképpen ennek a könyvnek az ötlete. Az alapja pedig tulajdonképpen nem más, mint hogy szerettem volna egy kicsit felkészíteni arra, hogy mi vár rá. Mert azért ez egy hatalmas változás a kicsik életében is, illetve a szülőknek az életében is. És arra jöttem rá, illetve azt tapasztaltam, hogy nagyon fontos szerep jut a mesékben, nagyon tudnak segíteni ezek a történetek abban, hogy könnyebben vegyék ezeket az akadályokat. És tulajdonképpen ezekből a történetekből merítettem akkor, amikor ez a kötet megszületett. Milyen mesékhez nyúltál, amikor mondjuk a kisfiadat készítetted fel idézőjelben a bölcsődés létre? Azok a mesék voltak leginkább a kedvencek, aminek ő volt a főszereplője, tehát róla szóltak. Te találtad ki, akár mondjuk esti mesélés során ezeket? Igen, ezek egy általam kitalált mesék voltak, és tulajdonképpen amit már korábban láttunk a bölcsödével kapcsolatban, hogy mit lehet ott csinálni, hogyan mi fog történni vele ott napközben, ezeket szőttem bele ezekben a történetekben. Illetve más könyvek is vannak, amik segíthetnek egyébként az óvodásoknak a beszoktatás során, amik nem ezt a lelki részét közelítik meg a dolognak, mint amit én próbáltam ebben a könyvben átadni, hanem inkább arról mesélnek, hogy mi is zajlik ezekben az ezeken a helyeken, tehát az óvodákban, bölcsödékben. Említett, hogy több könyv is szól, akár mondjuk az óvodás, bölcsödés is. Utána természetesen az iskolás létről. Miben próbáltál más tematikát vinni ebbe a könyvbe? Miben próbáltál más létrehozni? Ezek a könyvek rendszerint azt mutatják be, hogy mi történik az óvodában, mesélnek az óvónénikről, illetve a barátokról.
Én egy egészen más oldalról próbáltam megközelíteni ezt a kérdést, ami szerintem egy egész nagy vélelem a gyerekekben ebben az időszakban, hiszen el kell válni az anyukájuktól. És ahhoz próbálok segítséget nyújtani ebben a kötetben, hogy ezt egy kicsit megértsék, hogy miért van szükség arra, hogy ők most bölcsödébe, óvodába járjanak. És utalva arra, hogy attól még, hogy külön kell válniuk egy kis időre, ez csak egy átmeneti időre szól, és ugyanúgy szeretik őket, ugyanúgy fontosak a szüleiknek, és van közöttük egy olyan elszakíthatatlan kapocs, ami tulajdonképpen folyamatosan megmarad, és bárhol is vannak, bármi is történik velük, ez összeköti őket. Kinek nehezebb az elválás, a kisfiadnak vagy neked? Ő nagyon könnyedén vette egyébként az akadályokat, tehát akár a bölcsődei beszoktatást néztük, akár az óvodait, akkor szinte könnycsepek nélkül zajlott mind a kettő. És értelemszerűen megviseli a szülőt is tulajdonképpen. Nagy talán nekik nehezebb, hiszen féltik a csemetét. Igen, és a visszajelzések alapján egyébként, akik a könyvet olvasták, anyukák, nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy milyen érzelmeket mozgatott meg bennük is ez a történet. Nagyon tudott hatni rájuk, nagyon sokan sírtak, amikor először olvasták ezt a történetet, mert tulajdonképpen mindannyian, akiknek gyereke van, átéljük ezt az elválással kapcsolatos nehézségeket, és szülőként is bizony egy nehéz dolog ez. A szerző folyamatosan jegyzetelte kisfiával kapcsolatos történeteit, ezeket írta egy kötetté. Néhány napon keresztül nézegettem, olvasgattam, és úgy voltam vele, hogy megpróbálkozom, elküldöm egy kiadónak, és kiválasztottam két olyan kiadót, aki úgy közelebb állt az én világomhoz, és az első kiadó, akinek elküldtem, 22 perc alatt pozitív választ is adott, hogy szeretnék kiadni a könyvet. Úgyhogy néhány nappal azután, hogy ez megtörtént, egy ilyen e-mailben történő levélváltásra sor került, akkor már a kiadónak a székhelyén tárgyaltam a szerződésnek a részleteiről, úgyhogy ez, gyorsan úgyhogy ez nagyon gyorsan. Természetesen az, hogy kézzelfogható könyvé válhasson, az sokkal több időt vett igénybe. Keresni kellett megfelelő illusztrátort, a szerkesztő átnézte, tördelték, és úgy került a nyomdába, tehát az már körülbelül egy éves időtartam volt, amire nyomtatott formában is megjelenhetett ezek után. Ki illusztrálta a könyvet? Szepesi Szűcs Barbalának hívják, és szerintem egy fantasztikus illusztrátor, tehát nagyon szerethetőek, nagyon bájosak és egyediek a figurái. Mennyire tudtál te szerzőként beleszólni abba, hogy tényleg milyen legyen Kobak és az édesanyja, vagy milyen legyen magának a könyvnek a kinézete? Ebből a szempontból én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert a kiadó folyamatosan egyeztetett velem, tehát akiktől kértek próbarajzokat, illusztrátoroktól, azokat mindig megkaptam, megküldték véleményezésre, ahogy zajlott a folyamat, tehát könyvalakban kezdett megjelenni, és társultak a szövegmennyi rajzot. Te választottad az illusztrátort, vagy a kiadóval közösen? A kiadó kereste az illusztrátort meg, kért tőle próbarajzot, de a jóváhagyásomat is kérték, az egyetértésemet is, hogy tetszik. Tehát kikérték a véleményemet tulajdonképpen, hogy megfelelőnek találom-e a rajzokat. Jó az, hogy egy hölgy illusztrálta a könyvet? Biztosan, én úgy gondolom, tehát ő is átél hasonló érzéseket, meg hasonló érzelmi világgal rendelkezik szerintem, mint én. A Barbival egyébként nagyon egy hullámhosszon vagyunk, én úgy érzem, tehát a mai napig tartjuk a kapcsolatot, váltunk üzeneteket egymással, találkoztunk már egyszer személyesen is az ünnepi könyveti dedikáláson is, és úgy gondolom, hogy nagyon hasonló típus, mint én, nagyon hasonló a személyisége, mint amilyen az enyém, és ezért nagyon könnyű volt megszeretni a munkáit, és nagyon könnyű volt azonosulni vele a rajzaival, az illusztrációival. Teljesen szabad kezet kapott hozzá, rajzolt egy próbarajzot, ez volt az első rajz, amit láttam. Ezen a próbarajzon szerepelt a kisfiú és az anyukája is, tehát a két szereplőnek a karaktere az adott volt. És azon kívül így először egy ilyen vázlatrajzot készített minden oldalhoz, ahol felskiccelve voltak a különböző ábrák, illusztrációk, és akkor ezt mikor megküldte, akkor ezt is szintén véleményezhettük, megnézhettük, hogy jónak találjuk-e, és szépen formálódtak ezután is folyamatosan a rajzok, és folyamatosan így nyomon tudtam követni tulajdonképpen, hogy hogyan is alakul ez a
könyv. Nem csak a kicsiknek, hanem a szülőknek is szánja a kötetet, meséli Farkas Nóra. Alapvetően a gyermekeket célozza meg, tehát kifejezetten olyan nyelvben íródott, ami a legkisebbeknek érthető. Nincsenek benne olyan szavak, olyan hosszú mondatok, amik esetleg számukra érthetetlenítenék a történetet, és a terjedelme is olyan, hogy befogadható egy 2-3-4 éves kisgyerek által is. Tehát egy viszonylag rövidebb történetről van szó. Ők a célközönség? Igen, elsősorban ők. Tehát elsősorban én úgy gondolom, hogy a 2-4 év közötti kisgyerekek azok, akiknek elsődlegesen szól, hiszen a fő téma az óvodai beszoktatás lenne, de nem csak ilyen szituációkban bizonyult hasznosnak. Tehát nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy például az iskolai beszoktatás során is használták. Vagy amikor a nyári időszakban például a nagymamánál, nagynéninél volt egy kisgyerek, és nehezen vette ezt az akadályt, mert nehezen érte meg, hogy nem az édesanyjával van, akkor sokan olvasták ezt a történetet, elkészítették azt a varázskavicsot, ami benne van, egy szívecskés kavicsnak is fontos szerep jut benne. Vagy például volt olyan visszajelzés is, hogy a saját szobáikban nem aludtak a gyerekek, és elolvasták ezt a történetet, készítettek közösen egy ilyen kavicsot, azt oda tették a párnájuk alá, és attól kezdve tulajdonképpen nyugodtan teltek az éjszakák. Tehát, hogy nagyon sok olyan más szituációban is hasznos lehet, akár egy kórházi ott tartózkodásnál, akár egy szülőktől külön lévő, külön történő nyaralásnál, nagymamánál töltött szünidőnél, amikor fogózkodott jelentett a kicsik számára. Az egész könyvet nem tudjuk bemutatni, de részeket igen. Itt lapozgatva a kötetet, hát szerepel benne, hogy az anya miként várta terhessége idején a babát. Ez miért kapott helyet benne? Igazából egy ilyen, szerettem volna bemutatni azt a köteléket, ami egy anyukát és egy gyermeket összeköt. Ugye kezdetben ez egy kézzel, vagy tehát kezdetben ez egy ilyen fizikailag is meglévő kötelék a köldökzsinoron keresztül. És már akkor, amikor megfogan egy kisbaba, akkor már utána van egyfajta szeretet, egyfajta kötődés az anya és gyermeke között. Később ugye ezt a köldökzsinort elvágják, de akkor is ott van minden, mindig az életében jelen van, ha szüksége van rá, gondoskodik róla. És ez a szeretet, ez a kapocs akkor sem fog elszakadni, akkor sem, akkor is meg lesz, hogyha tulajdonképpen fizikailag is távol lesznek egy kis időre egymástól. Tehát tulajdonképpen erről a láthatatlan kötelékről szól, ami mindig össze fogja őket kötni. Családod hogyan fogadta az írói indulást? Örültek neki, és nagyon, nagyon támogatta mindenki. Úgyhogy nekem ez egyébként egy hatalmas élmény, hogy ezt átélhettem, mert nem is gondoltam, hogy ennyire egyrészt könnyedén zajlik az egész, hiszen mindenhol azt lehetett olvasni, meg azt hallottam, hogy mennyire nehéz ismeretlen szerzőként megjelenni a könyvpiacon. Másrészt pedig rengeteget adott, tehát ez a annyi pozitív visszajelzést, üzenetet, képet kaptam meg, hálás üzenetet, hogy nekem igazából ez a valamivel több mint fél év maga volt a csoda, hogy mennyi mindenkinek tudtam segíteni, hány óvodásnak volt ott a polcán, vagy olvastak belőle esténként, úgyhogy ez egy tényleg egy ilyen különleges dolog az életemben. Lehet, hogy az apákban van némi féltékenység, vagy éppen az óvónénikben, hogy ők nem kaptak helyet ebben a könyvben. Miért csak rólatok, anyáról és gyermekéről szól a kötet? Ez a könyv kifejezetten az anya-gyermek kapcsolatot állítja a középpontban, és annak a középpontban is annak a lelki vonatkozásait járja körül. Hiszen az óvodai beszoktatás az jó részt az anyukákat érinti. Általában az anyukák azok, bár vannak most már kivételek is, akik otthon vannak éveken keresztül adott esetben a gyermekeikkel. Úgyhogy emiatt lett ez az ő történetük. De ugyanakkor látom azt is, hogy mennyire fontos szerep jut másoknak is a gyerekeknek az életében, mennyire fontos szerep jut az apáknak is, és ők is utolhatatlanok az életükben. Ez is az oka annak, hogy a következő könyv egyik főszereplője már egy apuka lesz. Itt az apa és a gyermek lesz a főszerepben, vagy az egész család?
És hát mi maga a történet? Egy picit áruljunk el belőle. Hát erről még nem szeretnék részletesen beszélni, hiszen előkészületben van, tehát még változhat egy kicsit a szöveg, még nincsenek kész hozzá a rajzok. Amit mindenképpen el szeretnék mondani róla, az, hogy a főszereplő ebben az esetben az apa és a gyermeke lesz, de azért megjelenik a háttérben az anyuka is. A kiadó kért fel a folytatásra, de ugye nem ugyanaz a történet, vagy te érezted azt, hogy szeretnéd íróként tovább dolgozni? Nekem nagy élmény volt, és rengeteg történet van, amit még nagyon szívesen megírnék, és a kiadó is, látva a sikereit ennek a könyvnek, jelezte, hogy nagyon szívesen vennék, hogyha újabb történettel is jelentkeznék. Illetve már akkor a tulajdonképpen, amikor megjelent ez a könyv, akkor már a gondolataim között ott volt ennek a következő könyvnek is a története, illetve hogy miről is szeretnék írni. A Kaposváron élő szerző második kötete a tervek szerint az ünnepi könyvhétre jelenik meg. A történet főszereplője ezúttal nem Kobaka kisfiú lesz, hanem egy kislány köré fűzi az eseményeket Farkas Nóra. Kanizsai Dorottya a Mohácsi vész után végigjárta a csatamezőt, és eltemette az elesett katonákat. A nagyatádiaknak is volt egy ilyen hősnője. Szecsei Irma 1945. februárjában két segítőjével, egy lovas szekérrel, kezében fehér zászlóval ment ki a harctérre összegyűjteni az elesetteket, és eltemetni őket. A róla készült könyv helytörténeti szempontból is fontos a Rinyaparti városban. A Szecsei család több nemzedékéről szól a Nagyatádi Múzeumban bemutatott kötet. A harmadik generáció fontos alakja volt Szecsei Irma, akit Nagyatád Kanizsai Dorottyájának is neveznek. Szecsei Irma, aki egy fantasztikus asszony volt, gyakorlatilag ő a főszereplője ennek a könyvnek, de hát nyilván az ősökről is szól a könyv. Őt leginkább arról nevezetes, mondjuk így, hogy a második világháború alatt, amikor itt megállt a front 4 hónapra, akkor ő végig itt volt, itt maradt, több száz más nagyatádival együtt, és ő volt a kezdeményezője, az egyik kezdeményezője a segélybizottság létrehozásának. És a másik, ami miatt ugye Kanizsai Dorottyával hozzák párhuzamban a könyvben, hogy ő volt az, aki vette a bátorságot ahhoz, hogy fehér zászlóval kimenjen a frontvonalba, és összeszedje az orosz halottakat, és eltemessék őket. Nem csak a magyar és az orosz, hanem a német katonákat is eltemette, Szecsei Irma olvasható a könyvben, amelynek elkészítése közösségi munka volt. A Vas Albert Emlékezete Alapítvány támogatásával a Nagyatádi Erdélyi Kör szerkesztette és adta ki. Mint az a könyvbemutatón elhangzott, Szecsei Irma tettei példaértékűek. Mindig többet tehetünk. És egységben van, hogy ezt a családért tesszük, a hazáért tesszük, a városért tesszük, a hitért tesszük, mert ajándékot akarunk adni, és az ajándék nem kevesebb, mint az életünk. Szecsei Irma naplója 6 történeti értéknek számít. A könyvbemutatón kiemelték, a fiatalok számára is fontos, hogy megismerjék Szecsei Irma történetét, amely Nagyatád helytörténetének is része. Ha megszeretjük mi itt élő nagyatádiak Szecsei Irmát, akkor ez úgy adja magát, hogy csupán egy dolgot adunk át örökül a mindenkori gyerekeinknek, unokáinknak, iskolába tanulni vágyóknak. Hát ez egy dolog, ez csak az lehet, hogy, és akkor Vörös Dezsőt, azt a naplóíró ügyvédet idézem, vállalnunk kell a magyar sorsot. Szecsei Irmát nem Nagyatádon helyezték végső nyugalomra, nagyapjának és rokonainak sírja viszont a Rinyaparti városban található. 130 ezer tulipán és 20 ezer narcisz várja majd a turistákat Köröshegyen áprilisban. A színes virágmezőt nem csak megcsodálni lehet, hanem egyet csokorra szedhetnek is az érdeklődők. Júniusban pedig a levenduláé lesz a főszerep. A köröshegyi levendulás idén különleges programmal is készül, hiszen a lila virágok között rendhagyó koncerteket szervez a kult kikötő. Már szépen nő a tulipán Köröshegy lankáin. Piros, sárga és rózsaszín virágokat is szüretelhetnek majd idén az érdeklődők. Jelenleg most olyan 130 ezer tulipán hagymát ültettünk, 20 ezer narcisz hagyma van eltélve. Reméljük idén is elég lesz, nem hagyunk senkit cserbe, aki szeretne itt szedni nálunk.
Kőrösegyen minden évben nagy szakértelemmel ültetik és gondozzák a virágokat. Nagyon vigyázunk rá, a szarvasok nagyon szeretik. Azt hittük, hogy nem, de meg valaki azt mondta, hogy mérgező hagymája, de a levelét is nagyon szívesen csemegézik. Úgyhogy sok ápolás ilyenkor ugye megvan az, hogy ugye ősszel ugye fel kell szedni, vagy a nyáron virágzás után fel kell szedni, utána ősszel el kell tenni. Úgyhogy most csak várjuk, hogy a természet meghozza a gyümölcsét, és szépen kibújjanak. Tavaly mintegy 15 ezeren látogattak el Kőrösegyre, hogy egy-egy csokornyi tulipán szedjenek. Idén is lesz erre lehetőségük azoknak, akik szeretik a virágot. Április 12-től 22-ig várják az érdeklődőket. Szabó Lajos azt mondja, érdemes minél később menni, hiszen ekkor nyílik a legtöbb virág. De nem csak a tulipánt lehet majd szüretelni Kőrösegyen. A levendula szület is úgy néz ki, hogy június 1-jével indul, majd majdnem két hónapig fog tartani, mivel több fajtánk van, és ott végig lesz virágzás. Ezen belül lesz pünköskor, külön program lesz, majd utána jön majd két hét végén a fesztiválunk, akkor úgyból lesznek ingyenes programok, és közben megállapodtunk a kultkikötővel, és majd három koncertet is szervezünk a idei nyára a levendula virágzás ideje alatt. Így június 6-án és 29-én, valamint július 20-án a levendula sorok között rendeznek koncerteket és színházi előadásokat majd. Ennyi fér teheti mottónkba. Ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Adásainkat újra nézhetik a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva. Viszontlátásra!